Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál rezső valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a Steven Glass, azaz a hazugsággyáros lebukásáról szóló sorozatunk második részét fogjuk prezentálni, mely a sorozat utolsó része. Az előző epizódban elmeséltük, hogy mi volt az előélete, illetőleg mi volt a karrierjének a jelentősebb és relevánsabb útja, amelyet ez a Steven Glass bejárt. egészen addig a pontig, hogy publikálta a The New Republic hasábjain egy olyan cikket, amelynek hát alig ha volt olyan része, ami megalapozott, vagy legalábbis hiteles, vagy igaz lett volna. Mielőtt azonban belebocsátkozunk a sztori folytatásába, megkérdezlek, Dániel, hogy hogy viseltetsz az ügyel kapcsolatban, miket, mik, mik, a megéléseid, mik a gondolataid ezzel kapcsolatban. Hát, hogy az első epizód elején is mondtam, hogy szerintem, hogyha a mai világban tenné ezt a Steven, Uh, ugye még úgy, hogy nem bukott le, tehát egy gyakorlatilag friss uh, újságíró, vagy akármilyen milyen fórumon dolgozó úriemberként csinálta volna ezt, akkor biztos, hogy teljesen más lett volna a megítélése. Ugye felhoztam Tucker Carlson-t is, aki gyakorlatilag azért egy elég meghatározó figura volt a, az amerikai televízióban, ugye a Fox csatornán. De hát ugye, ha megnézzük ezeket a különböző eseteket, tényleg, hogy, hogy Trump, akkor van egy-két ilyen, ilyen keresztény prédikátor, akinek most nem itt eszembe a neve. Tehát, hogy azért vannak ilyen meghatározó figurák, akik össze-vissza beszélnek sokszor, meg, meg gyakorlatilag te, mint esetleg egy másik kultúrából vagy országból származó külsős, így ránézel ezekre a dolgokra, amiket ők állítanak, mondanak, mesélnek. Nekünk így sokszor egyből átjön, hogy azért ez eléggé ilyen parasztvakításnak tűnik. De nyilván ez azért van, mert ugye nem feltétlenül a mi szokásainkhoz és ízlésünkhöz passzintják ezeket a történeteket, hanem hogyha nyilván egy amerikai politikus, újságíró vagy akár kiről van szó, akkor ő az amerikai népnek és közönségnek fogja, meg hát nem ő feltétlenül, hanem az ő írói, meg beszédírói, meg hasonlói, azok arra fogják formálni ezt az egészet, és hát nyilván ezért lehet tömegeket behűíteni, tömegeket félrevezetni, ebből lesznek kultuszok, ebből lesznek laposföldhívők, meg Magyarországon UCC-sek, úgyhogy én úgy érzem, hogy ennek a manapság sokkal jobban megvan az alapja, és érdekes kontraszt, hogy ahhoz képest, hogy a 90-es évek végéhez, amikor Steven csinálta ezt az egészet, sokat fejlődött ugye az internet, meg ez az egész online jelenlét, és gyakorlatilag ha szeretnénk bárminek utána nézni, akkor akár a ChatGPT által, vagy akár egy egyszerű googlizás által elindulhatunk egy vonalon, ahol megnézhetjük, hogy na jó, hát ennek a történetnek akkor milyen valóság alapja lehet. Nem tudom, hogy a mi hallgatóink ezt mennyire gyakran csinálják, hogy egy adott témával kapcsolatban kicsit még utána keresgélnek, és megpróbálják akár leellenőrizni a tényeket, vagy akár csak jobban kifejteni a történetet. Hát nyilván ez nem feltétlenül volt akkor ennyire elérhető, és hát a, az átlagolvasó az vagy a saját tapasztalataira, vagy esetleg a közvetlen környezetében hallottakra tudott támaszkodni leginkább. És hogy igen, itt van ugye az akkori Forbes, aki gyakorlatilag a, a, az ominózus, IT-s, hekkeres cikkre, kicsit rácuppant, hogy ez így nem tűnik helyesnek, meg helyén valónak, ugye ők kezdték el ezt egy kicsit szét mazsolázgatni, de hogy ezen a ponton ugye Steven már évek óta csinálta ezt a hazudozást, meg, meg lódítást, és oké, okay, hogy eleinte talán egy kicsit több valóság alapja volt a történeteinek, de hát ugye, ahogy te is mondtad az előző részben, ugye négy kategóriára voltak osztva a dolgok, hogy ugye a talán megtörtént, a kevésbé történt, ez megtörtént, az és akkor a végén már tényleg ez a gyakorlatilag fiktív szereplők, fiktív ö, helyszíneken fiktív dolgokat csináltak. De hát az emberek fogyasztották örömmel, hisz ugye a, a korábbi újságcikkjei is tényleg fordulatosak voltak, és, és lenyűgöző történetvezetés volt a, a többi nyers ö, írományokhoz képest. Ugye ott hagytuk abba az előző rész végén, hogy a Forbes egy kicsit jobban belenézett ez a, ebbe a cikkbe, konkrétan Eden Penenberg, aki ma, mára már kevésbé újságíró, mindinkább egyetemi professzor, de hát világhírnevet hozott neki ez az ügy, mert hogy megnézte picit jobban a, a, dolgokat, és arra jutott, hogy a Juked Micronix nem található semmilyen kereső motoron, vagy keresőmotor segítségével, akkor még a Google is egy felfutó dolog volt, de ilyen Yahoo meg ilyeneken megnézte. Nem található semmilyen állami nyilvántartásban sem, még a kaliforniai adózók törskönyvében sem. Az állami önkormányzat nem adott ki működési engedélyt ilyen nevű cégnek, és egyéb nyoma sem nagyon volt a dolognak. Hallgassuk is meg az ő szavaival, hogy miképpen vizsgálta meg ennek a cikknek a valóság tartalmát. I started taking out all the names, government agencies and all the facts of the story, and I sent that to the library for Nexus search, Nexus Lexus, because we didn't have access to it from our, our terminals back then. And the librarian and I said, please get this back to me as soon as possible. And then I also took out sections of the story and I typed them out because There was no other way of doing it back then. And then the Nexus Lexus came back, and it said that the only time any of those words, and there were about 20 of them, showed up in any stories was in that one New Republic story that Stephen Glass had written. felhívta ezután az összes hacker ismerősét, és egyikük sem hallott arról a hacker találkozóról, amiről szólt a cikk. Sem a Big Bad Bionic Boy nevű hackerről. Ilyen Restill nevű ember, az ugye a 15 éves gyerek a Szíkben. nincs anyakönyv Washingtonban, erre jött rá. Joe Hyatt volt az az állítólagos ügynök, aki a cikk szerint egy bukott kosárlabda ügynök volt, de az NBA-ben sem regisztráltak ilyen nevű embert, és még a megkérdezett hackerek sem hallottak róla. Ellenőrizte minden létező módon azokat a tisztviselőket is, akiket a Hackhaven cikk meghivatkozott, de nyomuk sem volt. Egyre gyanúsabb volt, hogy a cikk az lényegében koholmány. Eden Penemberg ekkor cselhez folyamodott. 1998. május 8-án azzal hívta fel Chuck lane hogy szeretne tovább menni a cikkben bemutatott szálon, de néhány információ nem stimmel, ezért kéri a lap segítségét. Valójában már tudta egyébként, hogy koholmány, csak hát ezzel így nem akarta felívni a lapot. Ez lett igazából a hivatalos narratíva. Több orgánum viszont úgy tudósított erről az ügyről, hogy témakövetés volt a célja Penembergnek. Ami ezt követően elhangzott köztük, főként ugye a telefonbeszélgetés keretein belül, annak a hangfelvételek képezték az alapját még a filmben is, mert hogy mindkét oldal csinált felvételt. Lane ekkor behívta magához Stephen Glass-t, akinek az első kérdése az volt, hogy mit csináltam már ez is furcsa volt egyébként. Neki az volt a szavajárása, hogy, hogy haragszol rám, rosszul csináltam mm. valamit. Őrületbe tudta kergetni ezzel a kollégáit, mert hogy minden előzmény nélkül, meg ok nélkül tette fel ezeket a kérdéseket. Glass ekkor prezentált egy e-mailt ilyen Restiltől, aki azt írta, hogy nem akar beszélni vele, mert a cikke elcseszte a megállapodást, és hogy most vakációzni megy a szüleivel. Felmerül a kérdés, milyen szülő megy májusban vakációzni a gyerekével. Illetve adott egy telefonszámot George Simpshez is, a Micronix Micronics vezetőjehez, ami 605-tel kezdődött. Ez a Silicon völgy körzet hívó száma, amit Penenberg egyből felismert el, végre sokat telefonált oda a sztorik miatt. A számot felhívva viszont csak hangposta válaszolt. Lén ekkor felhívta a Forbes-t, átadta a számot Penenbergnek. Ő is felhívta, neki is hangpostára ment a hívás. Egy kollégáját azonban megkérte, hogy ketten egyidejűleg hívják fel a számot. Többszöri próbálkozás után kiderült, hogy mindig csak az egyik hívás megy hangpostára, a másik ilyenkor mindig foglaltat lesz, azaz egy ekkora nagyvállalat, aki zsebből kifizeti egy sportkocsi és minden más árát egy 15 éves gyereknek, mindössze egy telefonvonalat biztosít. Persze bármikor felhívták a számot, az mindig hangpostára kapcsolt. Penenberg leellenőrizte, hogy a szám üzleti vagy magánjellegű-e. Erre akkor lehetőség volt. Így derült ki, hogy ez egy mobiltelefon. Az egyeztetés az orgánumok között megbicsaklott, konkrétan akkor, amikor Glass adott egy telefonszámot Jim Gordhoz, az államközi online nyomozási központ igazgatójához, aki ugye megjelenik a cikkben, aki állítólag nevadai illetőségű. Ennek ellenére a szám nem nevadai körzetszámmal kezdődött. Ekkor hallhatóvá vált már a hangfelvételeken is, Penemberg elmondása szerint, a feszültség, ami Chuck Lane és Stephen Glass között fokozódott, és Chuck Lane ingerültebbé vált, amikor is azt mondta, hogy Steve, ad nekik oda a számot. Mivel sarokba szorították, Glass megkérte a forbszosokat, hogy ne rögzítsék azt, amit az elkövetkezendőkben mondani fog. Ekkor beismerte, hogy egyre inkább úgy gondolja, hogy megvezették őt. Érdekes megint csak végighallgatni ezt az egész történetet, és szerintem ezt talán valamennyire megpedzégettük az első epizódban is, hogy ugye ezen a ponton, ezzel a, ezzel a cikkkel már évek óta dolgozott ugye, újságíróként, és azért több nagy nevű újságnak is írt cikket. És bennem ugye felmerült a kérdés, hogy, hogy az Istenbe lehetett ezt ennyi ideig csinálni. És oké, okay, hogy nyilván most a műsor elején is leszögeztük, hogy azért a az online uh, szféra az még nem volt ennyire kialakulva, de hogy mégiscsak ugye több újságról beszélünk, több fact checker, az ről beszélünk, meg több ember, tehát több tucat ember kezén mentek át ezek a cikkek azelőtt, hogy ugye bekerültek volna a, a végleges újságba és hogy gyakorlatilag két-három évvel később jutottunk el arra a pontra, hogy gyakorlatilag ugye a Forbes embere, ez a Penenberg elkezdett utána nézni ezeknek a tényeknek. Mert hát azért mégiscsak ugye a korábbi cikkekben is voltak helyszínek megnevezve, emberek megnevezve, rendezvények, bármi más, és nekem ez egy tök érdekes dolog volt, hogy, hogy mennyire ezek szerint tényleg karizmatikusan előadhatta elejétől végéig ezeket a sztorikat, meg amikor tényleg ment a fact-checking, meg a minden, hogy, 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 sikerült ennyi éven keresztül ugye megtévesztenie mindenkit, hogy, hogy annyira hitelesen adta elő ezeket a vagy félig, vagy teljesen fiktív történeteket, hogy senki meg sem próbált utána nézni, és tényleg az olvasó, meg a fogyasztó is gyakorlatilag csak végigment a cikken, és elhitte. Vagy bármilyen más konkurens, mert ugye a filmben is elhangzik, hogy azért szur volt szurkálódás ugye a konkurencia meg köztük, tehát hogy nyilván azért gondolom, hogy manapság is az ilyen média platformok azért néha-néha oda böknek a másiknak, már csak azért is, hogy ugye ő maguk kerüljenek fel a, a pozícióba, a polpozícióba, hogy akkor ők tudósíthassanak bármivel kapcsolatban, de hogy, hogy nekem ez egy annyira furcsa kis részlet, hogy ennyi évnek kellett eltelnie, és gyakorlatilag egy ilyen telefonhívásnak kellett lezajlania ahhoz, hogy na, akkor elkezdjük elindítani ezeket a fogaskerekeket, hogy a Steven lehet valamit kamuzgat. És azért tényleg ez egy elég feszült pillanat a filmben is, amikor ugye ez a telefonbeszélgetés lezajlik, és akkor már, már nagyon érezhető, hogy itt Steven alatt kezdett megingani a padló, hogy a, na, akkor itt most lehet, hogy, hogy össze kell szednie magát, mert most már nem csak arról van szó, hogy prezentált egy fiktív történetet, és azt mindenki elhitte, hanem most már ugye gyakorlatilag a a, a hazugságokra, el kell kezdenie felépíteni még jobban, hogy média a sajátságét. Lement a nap, abban maradtak, hogy Steven összeszedi a jegyzeteit, mert ugye ez is egy érdekes sajátosság ennek a dolognak, hogy a, a fact checkerek tudnak bizonyos tényeket ellenőrizni, bizonyos adatbázisokból meg van ez a Nexus-Lexus, vagy hogy hívják ezt a nem tudom, hogy szerintem most is működik, de akkor ez volt gyakorlatilag az ilyen céginfó, vagy nem tudom ilyen, hmm. ilyen jogtár, nem, nem tudom, hogy nevez egy olyan adatbázis, ahol ezeket a hivatalos információkat le lehetett ellenőrizni. Cég információs szolgáltatástán így tudnám a leginkább megnevezni. De ugyanakkor meg a újságírásban egy bevett módszer az, hogy amikor nincs lehetőség valamit ilyen módon leellenőrizni, akkor az újságírónak a kézelírt jegyzeteit ellenőrzik. Mert hogy ugye, ma már nem hiszem, hogy így van, de akkor az amerikai újságírás olyan alapokon működött, hogy bármiről tudósított az újságíró, intenzíven jegyzetelt, minden lényeges információt és lényeges tényezőt felírt oda, és bármikor, amikor ilyen hitelességi probléma merült fel, bevitte, lerakta, és, és az, az, azt ott ők hitelesnek fogadták el, mert hiszen az újságíró ezt akkor ott feljegyezte, valószínűleg így van, de ez a rendszer az, ez az őszinteségre épült fel, senki nem volt arra felkészülve, hogy Stephen egyrészt már előzőleg is jegyzeteket hamisított, tehát olyan információkat vezetett föl a, a, a jegyzet füzetébe, amelyek nem voltak helytállóak, vagy nem voltak valósak, és utólag is elkezdte koholni, kiegészíteni ezeket a jegyzeteket. Még egyébként a True Story című könyvnek a főhőse és szerzője a Michael Finkel, akiről sokszor beszéltünk már tényleg csak érintőlegesen, aki a Christian Longo gyilkosságával, családgyilkosságával került átfedésbe, mert hogy ugye a gyilkos, amikor megölte a családját és elmenekült Mexikóba, akkor felvette az ő nevét valamiért, mert hogy szerette az ő cikkeit a New York Times-ban. Egyébként pedig Michael Finkel éppen akkor keveredett egy olyan ügybe, hogy, hogy pontatlan, hiteltelen információt írt le az egyik cikkébe, és én olvastam a könyvét, és ő is azt írta, hogy egy nagyon meredek pillanatában eszébe jutott, hogy talán jegyzetet kéne hamisítania, hogy talán a meglévő jegyzetei közé egyetlen egy információt felírjon, de azonnal el is vetette. Tehát, hogy ez annyira szent az amerikai zsurnalizmusnál, hogy ilyet nem csinálunk, hogy jegyzetet hamisítunk. De ez volt a házi feladat, össze kell szedni a jegyzeteket, minden ilyen tényinformációt biztosítani kell, meg igazolni kell, legalábbis a jegyzetek által, hogy, hogy azok hitelesek-e. Este azonban ez az úgynevezett George Sims időzősen visszaívta Lane-t, csak lane, lane azzal, hogy nem áll szóba állni a lappal. Lane fel is jegyezte magának, hogy fiatal hangot hall, és már ezen az estén utána nézett a felesége annak, hogy hangposta fiokot bárki tud bérelni, a telefonkönyvben szerepelnek is ilyen szolgáltatások. Ezen az estén Glass viszont bennmaradt az irodában. Késő este is még látták ott dolgozni. Másnap reggel lén bement az irodába, ott volt már Glass, addigra már megbeszéltek egy 9 órás meetinget a forbes telefonon meetingeltek, és Glass azzal fogadta lényt, hogy hát megtalálta, vagy hát megkereste a Jukt Micronics weboldalát rajta egy közleménnyel a Hack Heaven cikkkel kapcsolatban. Igazából egy nagyon-nagyon buta, nagyon egyszerű weboldalról van szó, és egy tényleg tök egyszerű szöveges üzenet áll rajta, hogy a szerkesztőnek kettős pont. Elég nagy frusztrációval olvastuk a Hackhaven cikket, és hogy az abban jelen, szereplő információk nem teljesen felelnek meg a valóságnak, meg négy félre karakterizálást, vagy nem tudom, characterization, nem tudom mi az magyarul, de hogy azt szeretnének kiavítani, és hát ilyenek, gyakorlatilag olyas, olyan információkat szerepeltettek, vagy idézősen ők szerepeltették ezen az oldalon, hogy Restil nem töltött fel pornográf tartalmakat az oldalukra, hanem a belső rendszerükben publikált, amit azonnal el is távolítottak. Majd cégünk egyébként nem tart fenn olyan felületet, ami nyilvános és elérhető a felhasználók számára. Mm -hmm. Tehát, hogy nagyjából olyan információk jelentek meg ezek, ennek a Juke Micronics weboldalnak a felületén, amelyek úgy egy kicsit támogatták Glassnak a helyzetét az újságnál. Glass megmutatta lénynek ezt az oldalt, mondván, hogy hát nem tudom, miért nem találják meg a, ezek a penembergék. Lén fel is kereste azonnal a Forbes-t, bediktálta nekik az URL-t, hogy ők is rá, rátud, tudjanak keresni. Ekkor derült ki, hogy a Juke weboldala rendkívül kezdetleges, ráadásul csak az AOL nevű internetszolgáltató felhasználói férhettek hozzá, ami egy érthetetlen korlátozás egy informatikai nagyvállalat esetén. Glass megtalálta Joe Hire-t, a hacker ügynök névjegykártyáját is otthon, de az is nagyon butácska volt, egy név meg egy e-mail cím szerepel csak rajta, és az már lénynek is feltűnt és nem feltétlenül evidens, hogy mikor kezdett el gyanakodni Lane, de hát a, a, nyilatkozatai szerint már a legelejétől büdös volt ez az egész. A filmben viszont nagyon jól alakít a Bill Skarsgård, mert hogy ezzel az ilyen kísért szemével sosem lehet tudni, hogy mikortól gyanakszik, és mikor meddig próbál hinni még a Glassnak. Tehát, hogy nagyon jól alakít, egész végig minden, minden mozdulata, minden testbeszéde azt kommunikálja, hogy egyszerűen nem tudod eldönteni, hogy ő mikor tudja, hogy, vagy mikor érti már azt, hogy a Glass megvezeti őt, és mikor próbál meg mindent megtenni annak érdekében, hogy, hogy fenntartsa a szerzőjének a hitelességét. Igen, hát főleg úgy, hogy ugye ő volt az első, aki gyanakodott, Vagy hát nem is az, hogy gyanakodott, csak hogy úgy lett bemutatva a karaktere, hogy kételkedik, hogy hát ezt nem igazán lehet követni a, korábban felvezetett, Glász által felvezetett történetet, hogy nem, nem lehet überelni, még hogyha akarná se, és hát valóban tényleg a színészi alakítás által jól látja az, hogy, hogy ugye ahogy történnek a dolgok, elérünk egy újabb és újabb pontot, hogy hogy egy telefonszám nem működik, vagy van egy gyanús hangposta, vagy akármi, és hogy tényleg nyilván szerintem megint csak a hallgatók számára érezhetőbb. Nekem mondjuk ugye a filmben bemutatott hangpostából nagyon átjött, hogy igazából a Hayden Christensen hangja van csak elmélyítve, és akkor ő, ő beszél a hangpostán, de hogy tényleg érdekes volt, hogy minden egyes pontnál, na vajon akkor most még, Hiszünk, meg hogy még kétségbe vonjuk azt, hogy lehet, hogy tényleg csak átverték a steven vagy lehet, hogy ő maga csinált valami átverést, úgyhogy ez tényleg dramaturgia, szerintem jól át lett adva. Az ellentmondások miatt Lane és Glass autóba szálltak és elmentek bethesda ami kb. fél óra Washington DC-től. Lane látni akarta azokat a helyszíneket, ahol a 15 éves ilyen Restill sikertörténete lezajlott. Most haragszol rám, kérdezte Glass, akinek ugye ez a szavajárása volt, de Lén mondta, hogy azért kell elmenni a helyszínre, mert a Forbes el fog menni, és mindent publikálni fog, ami ellentmondás, vagy nincs maradékton átfedésben a valósággal. Elmentek Betesdába a Hyatt Regency Hotelbe, ennek az éttermében zajlott elvileg az a találkozó, amin ilyen és a Juked Micronis képviselői megállapodást kötöttek. Glass meg is mutatta az asztalt, ahol ültek, majd elkísérte szerkesztőjét abba a konferenciaterembe, ahol megrendezésre került a hacker találkozó. Elmondása szerint több százan vettek rajta részt, ehhez képest a helyszín alig lett volna elég 20-30 főnek. Az adottságai sem voltak alkalmasak arra, hogy konferenciát szervezzenek. Ráadásul a rendezvény Glass szerint egy vasárnap valósult meg, de a hotel ezen része zárva van vasárnap. Amikor ez kiderült, azt mondta Lénnek, annyit tudok, hogy beengedtek ide. Elindultak ezután ahhoz az étteremhez, ahova állítólag beültek a megállapodás után. Közben Glass méltatlankodott, hogy nem tetszik neki, ahogy Lén viselkedik vele. Támogatnia kellene őt. Ezek voltak ugyanis a referenciái a Kelly vezetése alatti időszakból, hogy egy szerkesztő messze menőkig kiáll az embereiért felé Glass vezetett. Annyira figyelmetlen volt, hogy majdnem karamboloztak. Félreálltak, amikor Glass megpróbált egy kicsit őszintének mutatkozni. Elmondta, hogy nagy volt rajta a nyomás a határidők miatt, de beszélt a forrásokkal, és annyira pontos és megbízható leírást kapott a Heckel konferenciáról, hogy úgy vélte nem lett probléma belőle, ha azt írja, ő is ott volt. Valójában nem volt ott, viszont azt akarta, hogy a személyes tapasztalat süssön ki az írásából. És akkor elhangzott egy olyan mondat részéről, lény felé, ami hát sok mindent euh, felfed az ő személyiségéről. Azt mondta, ha azt szeretnéd, mondjam ki, hogy csak kitaláltam, megteszem, amennyiben ez segít. Ezt javasolta, de lén már átlátott ilyenkor a szitán. Tudta, hogy Glass őt is bele akarja keverni, hogy később azt mondhassa, az elvártaknak megfelelően nyilatkozott. Ezért lén azt mondta, csak azt akarom, hogy elmond az igazságot. Mm. Ugye hatalmas volt a nyomás Chuck lane mert hogy Kellyhez képest nem volt olyan szimpatikus vezető, már csak azért sem, mert a munkatársak soraiból került ki. Glasshoz viszont fokozott szimpátia fűzte a többi újságírót, és megvolt a veszélye annak, hogy többen felállnak, ha retorzió éri Glass-t. Egy ilyen területen viszont nem dolgozhatsz együtt azzal, aki hiteltelenül tudósít, hova tovább átvertéged, azaz a vezetőjét, hogy mentse az írháját. És ott van az az ősi dilemma is, hogyha elfogadnám, hogy hazudnak nekem olyanok, akik alárendelt pozícióban vannak hozzám képest, azzal elismerném, hogy annyira sem tisztelnek, hogy igazat mondjanak nekem. Igen. Glass ekkor olyasmit tett, amire később ő maga is úgy emlékezett vissza, mint a legnagyobb bűn, amit elkövetett. Elment korábbi vezető szerkesztője Michael Kelly házához, és ott a támogatásáért könyörgött. Másnap azonban nyilvánvalóvá vált a szerkesztőségem belül, hogy ezek a döntések retorziót kell, hogy maguk után mondjanak. Lane beszélt is a újságnak a jogászával, ekkor ugye a felfüggesztése került kilátásba, ami talán egy jó kompromisszumos megoldás lehetett volna, hogy a munkatársak sem ö, ö, sértődjenek meg nagyon lényre, ö, glass se írják leteljes egészében, megmaradjon a munkája, csak egy kicsit ne dolgozzon. Mm. Glass viszont ekkor elkezdte terjeszteni a munkáján belül azt, hogy lény csak bosszút akar rajta állni, amiért hű maradt Michael Kellyhez. Aztán valamilyen indiferens beszélgetés során kiderült lény számára, hogy Glass testvére Palo alto él. Akkor döbbent rá, hogy miről is van szó. Glass a testvérét kérte meg, hogy hamisítson hangpostát, majd hívja fel lényt kettejük hangja egyébként is hasonlított, és önmagában is furcsa volt, hogy egy fiatalabb hang volt az informatikai nagyvállalatot vezető George Sims mögött. Amikor Lane ezt megtudta, a hétvége volt. Beviharzott a szerkesztőségbe, óva a hétvégén be kellett jelentkezni. A portán látta a jelenléti íven, hogy Glass már bent van. A gép előtt ült, látszólag a saját hazudozásainak nyomait akarta eltüntetni. Lén felszólította, hogy lépjen el a géptől, hagyjon hátra mindent, adja a belépő kártyáját és távozzon. Glass így is tett. Lényközben közben elkezdte átnyálazni a korábbi publikációkat, és kiválogatta Glass azon írásait, amelyek gyanúsak lehetnek az információ és kólás szempontjából. 15 perc múlva Glass visszajött. Ekkor beismerte, hogy Palo Altóban élő bátyját kérte meg, hogy személyesítse meg George Sims, csak sajnos tovább folytatta a hazudozást. Azzal magyarázta a megtévesztést, hogy bár számtanszor beszélt már vele, az igazi sims lehetetlen elérni, és időt akart nyerni. Ekkor azonban Lén megértette, hogy Glass soha nem lesz teljesen önazonos. Glass megkérte őt, hogy vigye ki a reptére, de ezzel is csak az utolsó szalmaszába kapaszkodott, illetve meg akarta győzni Lényt, akinek nem maradt más választása ezek után, mint hogy kirúgja Glass-t. Ezután egy olyan időszak Keződött, ami az egész szerkesztőségnek a folyamatos és aktív munkáját igényelte. Átolvasták a kompromittálódott szerző összes írását, és arra jutottak, hogy az általa írt 41 nagyobb terjedelmű írásból 27 részben vagy teljesen fiktív volt. A filmben egyébként nagyon jó megoldásokkal dolgoznak, hogy ezt az átmenetet így demonstrálják, mert hogy két idősikon játszódik a film, az egyik idősik mutatja be ezeket az eseményeket, a másik pedig, a másikon pedig a Steven Glass visszalátogat a korábbi középiskolájába, ahol az újságírásról beszélget a csillogó szemű fiatal lányoknak a ott szereplő lányok egyébként francia kanadaiak és nem tudnak angolul, és ez kiderül, hogy gyakorlatilag ilyen teljesen világtalanul uh, szemlélik a Glass monológiát. Uh -huh. És hogy egyre csak jegyzetedik fel, amit mond, meg hát ugye beszél az újságírás működéséről, meg a folytatásáról, a tevékenységről, és a film végére kiderül, hogy egy üres terem előtt beszél. Tehát így demonstrálták a filmben, hogy gyakorlatilag mi az, amikor uh, így elszivárog a támogatottság emögül az ember mögül. Kiderült ugyanis, hogy nem csak tényeket és forrásokat hazudott Glass, de feljegyzéseket, fejléces levélsablont, faxokat, telefonszámokat is hamisított, nem beszélve a hamis e-mail címekről, e-mail fiókokról és egy hackereknek szóló hírlevéről is. Valamennyi tényinformáció abban a cikkben, amit felolvastunk az előző epizódban, hamisnak bizonyult. És ez a tendencia, ezt tettem volt érhető az összes, majdnem az összes korábbi munkájában is. Hát igen, ugye a filmben megint csak, amikor úgy Chucknak leesett az egész, és gyakorlatilag már nagyjából tényleg egyértelművé vált, hogy, hogy Steven az így valószínűleg nem csak egy, nem is kettő, hanem ha valószínűleg az összes cikkében ferdített valamit, és ugye ott van a, a, falon kihelyezve az összes, nem tudom, talán egy évre visszamenőleg, vagy két évre visszamenőleg az újságok, és, és ugye leszedi azokat, amik beírt a Steven cikkeket, és hát tényleg így végignézegetve, jutottak ugye erre a megállapításra, hogy hát akkor itt, az, itt egy komoly csapatmunkára lesz szükség, hogy tényleg mindent ellenőrizni kell. És hát igen, a film, mondom, megint valószínűleg tényleg átláthatóban bemutatja ezt, hogy, hogy ugye azért vannak weboldalak, amikor nézegetnek egy weboldalt, meg hogy maga ez a hangposta, meg minden, nekünk a nézőknek azért elég jól látjon, de simán el tudom képzelni, hogy adott esetben, hogyha a fact-checking addig elment, addig a pontig, hogy valakit megpróbáljon utolérni, és Steven, ne Isten, egy levelet, vagy tényleg egy faxot, vagy bármit meghamisított, akkor azért lássuk be, hogy bármi komoly szakmai tapasztalat nélkül, most mi is ránézünk egy egy e-mailre, amit ne mondjuk a, a NAV küldött nekünk, akkor nem biztos, hogy egyből megmondjuk, hogy ez most tényleg ő küldte, vagy nem ő küldte. És hát nyilván rengeteg multicég is komolyan veszi ezeket az ilyen phishing e-mail, meg kamu e-mail, meg ilyeneket. Nekem is több képzésem volt ezzel kapcsolatban, de, de lehet, hogy a, egy fact checker nem feltétlenül azokat a jeleket keresi, amiket mondjuk mi kapunk az ilyen jellegű tréningeken, hanem, hanem gyakorlatilag látja, hogy hát igen, ez egy elég komoly ö, ö, céges fax forma, ami ki lett töltve, hihetőnek tűnik, úgyhogy innentől kezdve akkor el van fogadva a forrás. De hát gondolom azért, amikor tényleg ö, több tucat ember elkezdi ezt így megvizsgálni, akkor talán már szépen kezdenek átszivárogni ezek a meghamisított ö, iratok, felvételek, vagy bármi más. És ö, hát igen, azért ez itt, itt tényleg gyakorlatilag összetölt a kártyavár ezen a ponton, és, és hát gyakorlatilag ö, nem volt más választás, mint hogy tényleg minden egyes cikket leellenőrizni, és hát nyilván a többsége az arra kiderült, hogy azért, hogy Steven az eléggé ferdített bennük hamisított jegyzeteinél és egyéb kreálmányainál tekintettel volt a tudatos gépelési hibákra is, és szándékosan épített be helytelen tartalmi elemeket a munkáiba, hogy azok megakadjanak a tényellenőrzőkön, és így látszódjon, hogy hitelesen végzi a munkáját. Ugye nagyon nehéz volt a New Republic helyzete, mert, mint említettem az előző részben, nincs még egy olyan iparág, amelynek a részvevői ennyire reflektálnak egymás működésére, mint a sajtó, és hát a többi lap is biztos beleállt volna, hogy bele is álltak Michael Finkel esetén is, és a New Republic esetén is olyan formában kell elképzelni ezt a beleállást, hogy hát egész egyszerűen írnak egy cikket arról, hogy hoppá, ezért valakit nem volt teljesen hiteles, mint ahogy most is történik ez, hát folyamatosan reflektálnak egymásra az orgánumok. És akkor is nem hiába ezeket a nyomtatott lapokat először, hogy amikor ilyen botrány volt, minél hamarabb próbálták ö, ellátni egy ilyen szerkesztői jegyzettel, vagy hát ilyen editorial note, valami ez az angol címe, gyakorlatilag egy külön kis keretes írás arról, hogy, hogy valamelyik cikkünkben helytelen információkat közöltünk, és akkor így legalább nem más buktatja le őket, hanem ők fedik fel azt, hogy, hogy itt téves információk jelenhettek mm. meg. Meg is jelentetett egy bocsánatkérést a lap, ami ugye szerepeltette azokat a cikkeket, amelyek érintettek lehetnek ezzel az ilyen hiteltelenséggel, meg és hát glass természetesen azonnal kirúgták, sőt egy elég komoly tróma érte, több interjúban is bocsánatot kérte tetteiért, kiadta az önéletrajzi művét, ami igazából egy fiktív alapokon nyugvó ilyen úgynevezett kulcsregény, ez a The Fabulist címet viseli, ami gyakorlatilag az ő története csak más helyszínen, más nevekkel, más szenárióval. Sok, sok érintett, aki a munkatársa volt annak idén, kicsit rosszul élte meg annak az olvasását, mert hogy úgy, úgy érezte, hogy szapulta őket, és saját magát akarta felmenteni. Nagy esélye ez egy ilyen terápiás jellegű alkotás volt. Elvégezte a jogi egyetemet, amit már ugye a botrány idején folytatott, de hiába, mert hogy a jelentkezését először a New Yorki 2000-ben, majd később 2009-ben a Kalifornia ügyvédi kamara is elutasította morális indokok alapján. Egyébként a kaliforniai legfelsőbb bíróságon ö, megvalósított ilyen szóbeli argumentum, amikor ugye ö, megpróbálják megpróbálnak érvelni emellett a döntés mellett, illetve ez ellen az érintett felek, nem Glass, hanem az őt jogesz, az annak a teljes ter terjedelme fenn a Youtube-on. Állítása szerint az elmúlt években 200 ezer dollárt, vagy több mint 50 millió forintot utalt át vezeklésképpen korábbi szerkesztőségeinek, illetve más lapoknak, amelyek publikálták írásait. 2014-ben egy akkori munkatársa Hannah Rosin lehozott egy átfogó beszámolót az ügyről. Számára Glass olyan volt akkor, mint egy kis testvér. Az interjúból kiderült, hogy Stephen Glass annyira eltávolodott az akkori világától, hogy Rosintól azt kérdezte, van egy gyerek, miközben a Wikipédiája szerint is három van. Csak azt akartam, hogy izgatottak legyetek a jelenlétemben. Így reagálta azzal kapcsolatban, hogy miért valósította meg ezt az óriási átverést. Minél több határt hágott át, annál extrémebb lett, és annál inkább vesztette el a gyeplőt a saját bevallása szerint. Az interjú idején már nem azt kérdezgette haragszó rám, hanem azt, hogy így képzelted? Elégedett vagy azzal, ahogy történik? Tehát valamilyen visszacsatolásra még mindig szüksége volt. Hmm. Mint kiderült, levetítették neki a Shattered Glass című filmet is, amit nagyon nehezen ült végig, mert hát az ő horror sztoriáról van szó, és végsősorban kiderül, hogy ő az antagonista. Egy valami maradt ki belőle szerinte, hogy ő a lebukásig bezárólag borzasztóan szorongott. Valójában nem szórakoztatta a hazugsággyártás, kifelé persze ezt kommunikálta, de valójában szenvedett tőle és szerintem nem azért megbotránkoztató ez az ügy, mert Steven Glass hazudott, mert mondom a mai magyar, különösen a magyar média viszonyoknál azért nem annyira ritka, hogy hazudoznak a, a szerkesztőségek, kész akarva ráadásul, mm -hmm. Tehát nem ezért, ezért megbotránkoztató, hanem mert lebukott. És ahogy lebukott, ahogy megpróbálta újabb és újabb hazugságokkal kimenteni a segét, ahogy te fogalmaztál, és nem számolt azzal, hogy nem csak a saját hírnevét teszi kockára, hanem a munkatársaiét, akit elkezd maga mellé állítani, illetőleg akik, akik leteszik mellette a voksukat, mint megbízható és hiteles újságíró mellett, illetőleg a saját újságát, a saját lapját, az orgánumát, ahol dolgozik, azt is kockára tette. Na és ez az, ami megbocsáthatatlan. Hát igen, azért ez több témával kapcsolatban is előjöhetne, hogy tényleg akármilyen bűncselekményről beszélünk, ami most nyilván azért ez szerintem nem lenne a világ vége alapvetően, hogy egy komoly újságnál gyakorlatilag fiktív történeteket osztott meg, és most ezt valósnak adta elő. Hát most nyilván ebbe senki nem halt bele, és azért rengeteg ilyen téma van szerintem, ahol Tényleg azért durva a történet, mert hogy kiderült. És hát nyilván anélkül, hogy túlságosan radikálisan kezdenénk el gondolkozni, tényleg azért a, az újságírásban megvan az alapja annak, hogy azért az ember kételkedjen, és tényleg gyakorlatilag annyi a megdöbbentő ebben, hogy ez kiderült. És jó, most nyilván itt azért rengeteg praktika fel volt sorolva. És hogy tényleg milyen végletekig képes volt elmenni annak érdekében, hogy minél hihetőbbnek tűnjön a története. Én is biztos vagyok benne, hogy manapság is akár itthon, akár külföldön rengeteg ilyen újságíró van, aki. sőt, nem is biztos, hogy egy újságíró, hanem konkrét újság, aki gyakorlatilag hasonló praktikákra alapozza a cikkjeit. És hát nyilván a legtöbbet lehetne bulvárnak nevezni, de biztos vagyok benne, hogy azért akad néhány komolyabb platform is, ahol ez még a mai napig előfordulhat. Csak hát ezeknél a helyzetek, vagy ezeknél az eseteknél nem derül ki, és ezért nyilván nem figyelünk fel annyira rájuk. Olvastam a témával kapcsolatos véleményeket, ugye kommentek formájában azért mégiscsak kiderül másoknak, például a filmnek, a nézőinek a véleménye. Valaki ugye azt nevesítette, hogy fegyvert csinált Steven abból a kisítőségből, ami évtizedeken át jellemezte, ami tulajdonképpen igaz, illetőleg egy másik komment kicsit viccesebbre fogta, de érdemes, tehát annyira érdekes volt, hogy szeretnék itt megemlékezni róla, hogy Stevennek azt kellett volna mondani, amikor lebukik, hogy csak tesztelte a fact-checking rendszert, hogy azt, hogy fel akarta hívni a figyelmet, hogy nem szabad mindent elhinni. Ugye ma is vannak olyan média szereplők, például a Varga Viktor, aki olyan hülyeségeket csinál, mint például, hogy valami fogorvosi kezelésen vesz részt, ahol amiről posztol valamit, és akkor azt írja, hogy valami férget, vagy valami gilisztát kellett kiműteni a fogából, és aztán egy nappal később meg lehozza, hogy, hogy hát ez csak egy, csak egy demonstráció volt, arra akarta felhívni a figyelmet, hogy nem szabad mindent elhidni. Te hagyjuk már. Glass egy 2016-os előadásában, amit az újságíró etika óra keretében tartott meg a Gyúk Egyetemen, aki egyébként ugye nem szokott annyira gyakran megnyilatkozni, legutóbbi értesüléseim szerint, tehát nem, szok, nem szokott a saját bűneiről ilyen nyilvánosan beszélni, de úgy nyilatkozott, hogy nem hibáztatom az embereket, amiért még ma, 20 évvel újságírói karrierem vége után is gyanúsan méregetik valamennyi lépésem. Én minden esetre igyekszem őket meggyőzni az őszintességemről. Öt évig kellett terápiára járnia, hogy feldolgozza azt a tra traumát, ami érte. Gyakorlatilag ő lett a hiteltelen újságírás újkori szimbóluma. Annyira szégyelte magát, hogyha meglátott az utcán valakit, akit ismert abból az időszakból, akkor szó szerint elfutott. Ugye, amikor lebukott, akkor is etette még a munkatársait, akiknek a vállán bőgött, hogy őt el akarják távolítani. Mm. Nem meglepő, hogy van olyan munkatársa, aki még azt is a karrier döntésének véli, hogy 2003-ban adott egy interjút a Sixty minutes -nek. Mint említettük, lediplomázotta a jogi egyetemen, de ügyvédként nem tudott elhelyezkedni, mert hogy a kamara nem fogadta be a jelentkezését, ugyanis annyira megingott a megbízhatósága, de nem csak a korábbi bűnei miatt, hanem közrejátszott az is, hogy a New Yorki kamara felé sem volt tiszta, amit kommunikált az előéletéről. Több cikket adott a publikációinak a listájához, mint amennyit tényszerűen publikált. Végül felsőbb fórumokon bukott el az ügye, tehát mondhatjuk azt, hogy súlyos árat kellett megfizetni, és a negatív megítélésétől sosem fog tudni megszabadulni. Érdekes, hogy még elítélteket sem korlátoz ennyire a rendszer, még börtönviselt emberek is végül letelték a jogi egyetemet, és kiköthetnek a ügyvédi kamarában. Hmm. Érdekes, hogy Steven Glass ellen semmilyen elmarasztaló határozat nem született. Nem büntették, meg nem ítélték, meg nem követeltek tőle kártérítést jogerősen. Aztán egy ügyvéd, Paul Zuckerman vette magához, mert fiatal korában ő alkoholista volt, és tudta, hogy milyen hazugságban élni az életed, és lassan, de biztosan elveszteni a kontrollt. Jelenleg ebben az ügyvédi irodában kizárólag háttérmunkát folytat, a baleseti kártérítési ügyekben készíti elő a sértettek történetét, felkészítve őket a tárgyalásra. A sötét ügyekkel terhelt előéletét azonnal felfedi a sértettek előtt, ez pedig segíti a bizalom kiépülését Zuckerman szerint. Így az ügyfél azt is el tudja neki mondani, amit egyébként szégyelne, mert hiszen Glass beavatta őt a saját szégyelni valójába. Erről úgy nyilatkozott, hogy ez nem manipuláció, ez gondoskodás. Nem kócsolom az ügyfeleket, segítek nekik felfedezni a történetüket. Hozzátette, hogy izgatottá teszi, hogy ezzel foglalkozik, de olyan tényekből dolgozik, amelyek vitathatatlanul igazak. Én a fogadtatását egyébként kicsit overkillnek érzem, meg szerintem bárkinek, aki vizsgálja ezt az ügyet, lehet az a benyomása, hogy hát azért nagyobb problémák is vannak a világon, mint hogy lebuktál a, a cikkednek a hitelességével, de azt azért figyelembe kell venni, hogy bár a történeteit, ha olvassuk, akkor tényleg szórakoztatóak, mindössze csak el kéne fogadni, hogy fikció, és akkor nem lenne velük probléma. A bökkenő ezzel viszont az, hogy nem csak szubkultúrákról írt, hanem anonim forrásokra hivatkozva mocskolt közszereplőket, nem beszélve arról, hogy az olyan írásaival, mint a Spring Breakdown, az volt a célja, hogy egy messze menőkig elítélendő képet fessen a politikailag orientált republikánus fiatalokról. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amiket nem lehet annyira egyszerűen megúszni, és hogyha, hogyha ezeket tényleg a saját kutfödből húztad, és nem volt valójában forrásod, hát akkor meg kell fizetned értük az árat. Tehát nagyobb, nagyobb szólás az nagyobb büntetéssel jár, hogyha kiderül, hogy a szólás hazugság volt. Igen, meg hát tényleg azért, ha jól emlékszik, akkor nem csak, hogy politikusokról, de talán még elnökökről is írt. és ezért is mondtam korábban, hogy kicsit furcsáltam, hogy, hogy nem feltétlenül néztek utána dolgoknak, bár nyilván van egy réteg, amikor már igazából nem biztos, hogy eljut odáig az illetőhöz a cikked, mert hogy mondjuk nem annyira felháborító, hogy nagy isten egy elnök vagy egy ex a asztalára kerüljön ez a cikk, hogy mit írnak róla, de hogy ettől függetlenül nyilván azért felmerült bennem egy-két kérdés, hogy hát, hogy hát az ilyen, ilyen helyzeteknél, amikor tényleg mondjuk politikusok meg elnökökről van szó, akkor, akkor már ott ez adott esetben miért nem derült ki. De hát nyilván azért, mert jól csinálta a dolgokat, egy, addig a pontig nyilván, amíg le nem bukott, és, és valószínűleg ezért sikerült megúsznia éveken keresztül, és, és ilyen sokoldalú dolgokról írnia, és tényleg rendezvények, emberek, közszereplők meg ilyenekről, hát valótlan dolgokat állítania. Hát jogos a kérdés, hogy hogy mehetett át a fact és erre megvan a nagyon egyszerű válasz. Úgy, hogy a fact nem fraud checkerek. Tehát ez a rendszer a, véletlenül elírt, elhibázott, pontatlanul rögzített, nem megfelelő tényeknek az ellenőrzésére szolgál, és nem a tényszerű, megtévesztési szándék elleni ö, ö, rendszert képviseli. Tehát Chuck Lane is elismerte, hogy hibázott a lap, amikor nem ellenőrizték kellő alapossággal a Glass cikkeiben szereplő tényeket, szóval úgy gondolja, hogy a javára szól, hogy Glass esetében nem véletlen ténybeli tévedésekről van szó, hanem a szándékos megtévesztés szándékáról. A fact-checking rendszer az elírásokat, tévedéseket hivatott kiszűrni, nem a tudatosan koholt információkat. Egyébként hozzá kell tenni, hogy Glass maga is fact kezdte, egy időben a egység vezetője is volt, és egy nagyon szigorú, kíméletlen tényellenőrző hírében állt. Ez is a megtévesztés része volt, épp róla nem gondolták a munkatársai, hogy tényeket koholna. És egyébként ez a mindennapi életünkben is tetten érhető, elég csak Dozsa Lászlóra gondolni, akiről érintőlegesen csináltunk már adást, amikor ugye ő olyanokat, olyan atrocitásokról számol be, ami az 56-os forradalom idején értékült, hogy amikor egymás mellé rendezzük, akkor akkor átláthatjuk, hogy nagy eséllyel a negyedes sem igaz, nem hogy a fele. Mert hogy olyan butaságokat mond, meg annyira ellenmondásos, annyira egy, egymásra licitáló, tényleg tehát hat ember nem él le ennyit, mint Dózsa László az az öt éve alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt, amikről, amikről szólnak a történetei. És ő ugye Ugye csak, elég csak meghallgatni néhány ö, megnyilatkozását, annyira ilyen görgetve mondja ezeket, a, ezeket az információkat, hogy hát ők bevitték gyorsan a kórházba, és a kárpáti professzor elvégzett rajta egy életmentő műtétet, és mindek után halljuk, hogy kárpáti professzor, azt érezzük, hogy ez egy megalapozott dolog. Nem tudunk már utána nézni, hogy dolgozott-e akkor valamilyen kórházban kárpáti professzor, de ő ezt így valahogy kitalálta, valahogy nem tudom, valahonnan szedte, tehát színész, ugye? az sem mellékes, de hogy így, amikor mondasz egy ilyet, hogy a Kárpáti professzor megműtött, mert tíz év valami rapnál volt az agyamban, akkor így azt mondja az ember, hogy jó, hát akkor ez biztos igaz, hogyha ennyire határozottan képviselő, hogy a Kárpáti professzor műtötte hmm. meg, és talán ez is szerepet játszott egyébként a megtévesztésben. Hát egyébként én YouTube csatornáknál hallottam ezt, ami nyilván leginkább humor alapú csatorna, és nem feltétlenül azért ilyen tudományos, de hogy azért nyilván végez kísérleteket a, ez a YouTube csatorna, és ő mondta, hogy érdekes módon nagyon egyszerű a képlet, kellő magabiztossággal és némi szakzsargonnal megfűszerezve, de hogy úgy el kell találni ezt az arany középutat, hogy ne, nyilván ne az egész egy ilyen halandzsa legyen, amit senki nem ért, mint mondjuk néhány ASF-ben, meg adatvédelmi tájékoztatóban, amilyen tömböket szoktak írni, hanem hogy úgy néha tényleg egy, egy, egy validnak, meg hatásosnak tűnő dolgot így beleszórsz, és tényleg ezt bármi kéteinélkül nélkül tudod közölni, akkor sokan elhiszik, és hogy ő is rengeteg levelet kapott, hogy hát, hogy ő milyen egyetemet végzett, meg milyen szakot végzett, mert hogy, hogy tök, tök, jól csinálja azt, amit csinál, és hát nyilván ez most a, ez a humor része, de hogy azért ez komoly oldalról is elképzelhető simán, hogy hát tényleg egy, -egy újságíró, meg, meg Píradós, megfelelő magabiztossággal közöl valamit, akkor nyilván meg félre lehet vezetni embereket, és hát ezt nyilván sokszor észre is vehetjük, hogy azért elég egy, egy minimális ilyen jellegű. Körítés ezeknek a híreknek, és onnantól kezdve, akkor már nem is biztos, hogy meg lesz kérdőjelezve, a, a, hogy mennyire valós vagy valótlan, amit állítanak. Ugye, mint említettük, talán az előző részben a mai magyar média viszonyok vetületében is érdemes megvizsgálni ezt az ügyet, vagy hát azt, amit ez képvisel. Én a, a magyar újságírásnak a legajának az Origo és a vonaféle féle nyugdíjas alakulatok cikkét gondolom. Biztos, hogy volt ennél mélyebben is a magyar újságírás, de az volt az a cikk, ami valami elképesztő szélsőséges primitivizmusra számolt be egy nem létező dologról, Konkrétan arról, hát az, arról van szó, hogy a 2018-as választások előtt azért a, a eléggé bejelentkezett a, a, a Fidesznek a leváltására, és akkor ugye egy komplet média iparág, ha mondhatom így, volt figyelemmel arra, hogy mikor hibázik a csávó, hogy minél inkább lehessen valami kompromittáló, deonestálót írni róla és valamit Facebookon posztolt, tehát hogy egy, tényleg egy Facebook poszt is elég ahhoz, hogy tönkre tegyenek. mindössze ennyit, hogy most már rendszeres esemény, hogy hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetközve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágáról és hörgik fel a 20. század minden rómáját húzták maguk mögött a kis bevásárló kosarukat, és ne szépítsük a szemeikben gyűlölet lobogott szájúból pedig szennyvíz folyt. Tehát valami ilyesmit, ez le, meg lehet ítélni bármi. De az origó nagyon keményen ráfeküdt, és országszerte érkeztek hozzájuk különböző források, ahol a, az ezen poszt miatt létesült ilyen nyugdíjasverő alakulatokról számoltak be, hogy a jobbikos legények megértették vezérük parancsát, azóta szabályosan vadásznak a nyugdíjasokra, és hát olyan ilyen 72 éves nyugdíjas pesti mérnök szerint. A fiatalok meg középkorúak egy része néhány hete úgy néz rám, mintha az ellenségük lennék. Gyakran sétál a tömbök közti kis parkban, a padokon rendszeresen ülnek 20 évesek, nem is mind visel bakancsot, a tetoválás vagy kopaszra nyílt fej sem mindre jellemző, de tudja, hogy jobbikosok. Hogy honnan? Addig már vén fasz, amíg a vona hagyja. Ezt mondta neki az egyik. Na, én ezt, ezt a részt gondolom tényleg a magyar újságírás legaljának, lehet, hogy keveset láttam, azt, azt aláírom, de hogy, ja meg hát ilyen basszus, hogy 69 éves egykori mozdonyvezetővel történt az aszrocitás, hogy beszállt mögötte a negyediken lakó srác három barátjával a liftbe, akkor azok körülállták, és úgy néztek rá, hogy izzadni kezdett, aztán az egyik csak annyit mondott, na takarodj, ne várd meg, míg kirólak vén barom. Főleg azért ilyet meg, mert a lépcsőházban egy másik idős embertől azt hallott, hogy bár akkor csak ketten voltak, de persze így is könnyen elbántak vele. Tehát őt szabályosan kirángatták a liftből, és azt üvöltötték, hogy vitt fel, gyalog a bevásárló szatyrodat, te vén szennyvízláda. Hmm. Egyébként nem volt nála semmiféle szatyor, és ilyeneket soroltak fel, és ilyen, jaj, ez 69 éves mozdonyvezető, kis nyugdíjas, tudod, ez, ez a része, ez ilyen. ilyen nagyon ilyen, ilyen empatikusan van megfogalmazva, aztán hát minden ilyen, ilyen atrocitásból kiderül, hogy amíg a vona hagyja, ilyen. tudod. Na most hát egy ilyen basszus, tehát hogy nálunk meg ez a szint. Oké, okay, lehet, hogy ilyen szint is van, meg van hiteles tudósítás. Tehát amikor egy origó basszus, és mondom, origó minden évben rekordtartó az elbukott sajtóperekben, hmm. ennek ellenére az egyik legolvasottabb orgánum. Hát nyilván ez sokkal extrémebb a mai világban, mert hát, ahogy ezt ugye már beszélgettük korábban is, hogy azért a, azért a figyelem figyelmet is már nehéz megragadni, és ahogy 25 évvel ezelőtt is, most is nyilván azért verseny ez az összes, hogy, hogy ki tudja a legtöbb olvasót, vagy hallgatót, vagy akármit megfogni, és ott tartani, és hát nyilván ennek érdekében rendszeresen írnak valótlan dolgokat, hazudoznak, vagy adott esetben felfújnak egy-egy szituációt, és szerintem ez abszolút mostanra teljesen tetőpontjára ért, mert nyilván biztos, hogy van még ennél is tovább, de hát nem hiába nem csak a a blogokon, meg újságokban, hanem tényleg mindenhol szerintem ezt tapasztalható, hogy egyszerűen valamit kezdeni kell annak érdekében, hogy minél hangzatosabb, megdöbbentőbb, meg minden ilyen jellegű dolog benne legyen egy-egy cikkben és egy-egy írásban, mert, mert hát erről fogsz beszélni, most mi is ezt ragadtuk ki, tehát nyilván megvolt a súlya ennek az egésznek, hogy tényleg ilyen szintekig kellett elmenni ahhoz, hogy olvassák az emberek, és, és ezek, ezek alapján válaszolnak egy oldalt, és hát nyilván ez, ez sajnos már sokkal rosszabb szerintem, mint amit adott esetben ő csinált, mert persze nyilván lehettek emberek, akikről Steven is valótlan dolgokat állított, és ne Isten valamilyen szinten ez kárt okozhatott nekik, de, de szerintem most őszintén szóval a modern médiához képest én egy, én egy picit már csak meg tudom mosolyogni az ő esetét, mert, Mostanra már abszolút nem tűnik felháborítónak. Jó, talán akkor azért, mert ennyire vagy nem volt jellemző, vagy nem volt ennyire drasztikus történet az övéhez képest, de mondom, szerintem manapság már nem is biztos, hogy beszélnénk róla gyakorlatilag. Akkor a másik hazai illetőségű ügy az a, hát nem ügy, igazából csak jelenség, hogy a, van ez a lakmus, erről beszéltünk a tényellenőrzők epizódban. hogy ez egy tényellenőrzéssel foglalkozó lap, elég közel áll a 4 hez és ezzel párhuzamosan van egyébként a Telexnek is ilyen fact-check rovata és én ezt annyiban tartom aggályosnak, hogy hát ezek, ezeknek nem külön rovatnak kéne lennie, hanem a szerkesztőségi rendszer része kell, hogy legyen. Sajnos egy olyan validációt képeznek, amelyet előbb-utóbb az ellenérdekelt oldal is ö, alkalmazni fog, és akkor majd pisloghatunk, amikor az origó lehozza, hogy tény ellenőrizve, Vona Gábor tényleg gyűlöli a nyugdíjasokat. <laughs> és akkor ilyen hülyeségek lesznek oda leírva. Akkor másik jelenség, Deák Dániel írta a lakmusnak, egy nem olyan régi publikáció alapján, hogy nem láttam tényellenőrzést a diáktüntetésen való gumibot használat miatt. És ugye elindult egy ilyen tényellenőrzés is, gyakorlatilag le is hozta a lakmuszt, hogy hát használtak-e a diáktüntetésen gumibotot, és nem, nem az az érdekes -e tekintetből, most használtak-e vagy sem, az kiderül a cikkből, hanem az, hogy a Diák Dániel nem a hiteles tájékoztatás miatt kéri számon a tények ellenőrzését, mint egyik tartalomgyártó a másiktól, hanem a vélt elfogultság igazolásáért. Tehát, hogy hát nem láttam, hogy, a, mert hogy felmerült ez a izé, az, hogy, hogy gumibotot használtak a, a diák tüntetésen, de ez nem volt akkor még teljesen evidens információ, senki nem látott erről feltét, felvételeket, meg, meg, senki nem tapasztalt ilyet, vagy hát legalábbis a hangosabbak, meg a kommentelési kedvel rendelkezők nem tapasztaltak ilyet, és akkor a Deák Dániel jött, hogy na, lakmus, hát nem láttam, most valamiért úgy nem láttam ezt a tényellenőrzést. Tehát, hogy itt nem beszéltünk arra a jelenségről, mint ami például a Forbes meg a New Republic között volt. És akkor itt van még egy dolog, ami igazából tényleg a magyar újságírásnak az egyik sajátossága, vagy nem tudom, igazából egy ilyen lenyomata, hogy van a Dezső András nevű újságíró, aki ilyen tényfeltáró könyveket ír, hogy a mafiózók mackó nadrágban, most azt hiszem most jelent meg a Nagyfőnök című könyve, ami a Portikról szól, és mondom ilyen magyar szervezetbűnözésről vagy orosz oros titkosszolgált működéséről foglalkozó könyveket ír, de a forrásvédelemi jegyében többnyire kitalált neveket használ, így lényegében ellenőrizhetetlen mindaz, amit állít. Tehát, hogy ő az interjúiban is szinte azonnal emlegeti, hogy hát, hát ezek, ezek a szereplők ezek más néven jelennek meg, mert a forrásvédelem miatt nem használtok el igazi neveket, ami következetes és oké, okay, csak... Hát az Origo cikkből tudhatjuk, a vona, vonaféle nyugdíjas felő alakulatos cikk, cikkből tudhatjuk, hogy bárkivel és bármivel kapcsolatban bármit lehet írni, ha azt mondod, hogy nevét elhallgatni kívánó forrástól értesültél hmm. róla. Akár még igaztan dolgokat is lehet írni. Bírósági úton persze akár még fel is kéne fednie, akár a Dezső Andrásnak is a forrásait, hogyha a bíróság erre kötelszetné. Mert akár a bíróság ki is mondhatja, hogy nem volt valójában ilyen forrásod, vagy az nem volt megbízható, vagy nem végezte el ezt a körültekintő munkát. De az olvasó már nem képes arra, hogy utána menjen az állításodnak. Úgy, hogyha ö, ilyen álneveket használsz a karaktereidnek. Uh -huh. És én elgondolkodtam azon, hogy hogy úszhatják meg ezek a hazudozók az a helyzet, hogy én ennek a Steven Glassnak a kamujait simán benyeltem volna. Még az utolsó pillanatban is inkább elhittem volna, mint, hogy nekem konfrontálódni kelljen azzal, hogy, hogy hazudsz, át akarsz verni. Ezt onnan tudom, hogy annyira ismerem magam, hogy én azért az életem során kaptam már hazugságon ismerősöket, barátokat. Sajnos nem, nem hazudtak következetesen, viszont sokat, és hát nagyon gyorsan le lehetett buktatni, azzal, hogyha, hogyha kiderült, hogy hát nem nem volt igaz az, amit egy perccel ott mondtak. És az a helyzet, hogy én ezen olyankor rögtem, vagy valami más reakcióm volt, de hogy szinte azonnal elkezdtem sajnálatot, vagy valamilyen fajta szimpátiát érezni az iránt, akit én hazugságon kaptam. Tehát én nem tudtam volna azt csinálni, hogy távoz, érted? Mm. Hogy, így, hogy, így, hogy így megmutatni neki a kijáratot, hogy hazudtál nekem, nincs beszélni valónk. Hanem, hanem azt éreztem, hogy jó, lebuktál, de, de próbálj meg legközelebb. Vagy nem hazudni, vagy nem lebukni. Jó, hát mondjuk nyilván ez egy más szituáció, mert hogyha Istem mondjuk a podcast keretein belül történne az, hogy valahogy más kép alakulna a rendszerünk, és akkor én a podcast keretein belül állítok valamit, és már ne Isten rengeteg pénzt keresünk vele, és gyakorlatilag erről kiderül, hogy hamis és valótlan, és ez adott esetben károkat okozhat neked és a podcastnek, akár pénzügyi, akár hírnév, akár mi más, akkor biztos, hogy már te is másképp kezelnéd. És hát nyilván ugye a Steven esetében is erről volt szó, hogy egy Hát mondom, én nem ismerem annyira magát az újságot, de hogy egy aránylag kredibilisnek tűnő újság hírneve múlott ezen az egészen, hogy gyakorlatilag a mi sztár újságírónk az évek óta teljesen kamú cikkeket ad le, és nyilván azért itt klasszisokkal más ez a szituáció, mint adott esetben a te, meg az én tapasztalataink a hazudozással kapcsolatban. Nyilván ehhez képest biztos én is másképp reagáltam volna, mint ami itt történt, de mondom, szerintem itt azért itt elég nagy súly volt a, a, az egész újságon is, ezek miatt is gondolom, hogy ezért volt ez, hogy akkor azonnal hello, sia, és próbáljuk azonnal megszüntetni veled a kapcsolatot több hazudozó újságírót is kitermelt már a történelem, ezekből némelyet most szemléltetni fogunk. Uh, Sabrina Rubin Erdeli, vagy Erdély, nem tudom, olyan csengése van a névnek, hogy mit, hogyha Erdély lenne, de a Rolling Stone-nak írt botrányba tor torkoló cikket 2014-ben. A Virginiai Egyetem kampuszán elkövetett tömeges nemi erőszakról szólt az írása, kiderült azonban, hogy a szerző egyetlen forrása sem volt megbízható. Ebben az ügyben évekkel később is folyamatban voltak még kártérítési perek. Egy másik ügyben Janet Leslie Cooknak ítélték 81-ben a Pulitzer díjat, de csak 48 óráig tartotta a megtiszteltetés. Az afroamerikai szerző tollából 1980. szeptember 28-án jelent meg a Jimmy Világa című írás a Washington Postban, amelyel kivívta az elismerést. Egy Washingtonban élő 8 éves heroinista gyerekről szólt, és annak nyomorúságos sorsáról, ami még a főváros polgármesterét is meghatotta. Fel akarta kutatni a gyereket, mivel azonban nem találta, szárnyra kaptak a plegykák, hogy talán nem is létezik. A polgármester sem akart szégyenben maradni, ezért azt hazudta, hogy a gyermek megkerült. Kezelésben részesül, majd nem sokkal később bejelentették, hogy elhunyt. A siker történt akkor esett darabjaira, amikor Cook korábbi munkatársai olvasták az önéletrajzát, és észrevették, hogy több dolog nem stimmel benne. Például az, hogy a Toledo Blade-nél a korábbi munkahelyen kitüntették őt. Egy hetet adtak kuknak, hogy bebizonyítsa, hogy Jimmy létezik, a szerző viszont rövid időn belül mindent bevallott. Érdekesség az ügynek, hogy a cikket maga Bob Woodward terjesztette fel a Pulitzer díjra, ugye ő volt az az újságíró a Bernstein mellett, aki a Watergate botrányt felgöngyölítette, és Cook is a jelentős nyomással magyarázta a tettét, ami a szerkesztőségben uralkodott, és ami miatt elvesztette a józanítélő képességét. Évekkel később bolti eladóként tudott csak elhelyezkedni, és úgy nyilatkozott erről, hogy oda lett a fél életem. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, hogy a műzlima immár elfogadható vacsora lehetőség. Hmm. Később a Washington Post másfél millió dollárért eladta egy cégnek a megfilmesítési jogokat. Az összeg 55%-át a hiteltelenné váló újságíró kapta volna, és talán meg is kapta a film, azonban végül sohasem született meg. Egy újabb sztori, újabb történet Jack Kelly, az USA Today sztártudósítójához köthető. Két évtizeden át több tucat országból küldött lélegzetelállító beszámolókat életről és haláról. Brian Gallagher, akkori vezető vezetőszerkesztő, 2003. májusában kapott egy név nélküli levelet, mely arra hívta fel a figyelmet, hogy Kelly nem mindig ragaszkodik a valósághoz. A szerkesztőség elkezdte vizsgálni az újságíró munkáját, és aggasztó felfedezést tett. Kelly 1999-ben arról írt, hogy az ENSZ egy apró füzetformájában bizonyítékot talált rá, hogy a jugoszláv hadsereg parancsot kapott egy koszovói település etnikai alapú megtisztítására. Az általa hivatkozott forrás azonban tagadta, hogy vala is mondott volna ilyet. Kelly a történtek miatt kénytelen volt távozni a laptól, egy sértődött közleményben azonban kijelentette: 21 év után azzal a tudattal jön el a laptól, hogy egyetlen esetben sem kellett helyreigazítani vagy visszavonni a cikkét. Akik ismernek, tudják, hogy ez a hiba nem egyeztethető össze újságírói munkásságommal és személyiségemmel. A szerkesztőség azonban folytatta a tudósításainak utólagos ellenőrzését. Több országba is elmentek, ahonnan Kelly a cikkeket küldte, és arra jutottak, hogy 1400 írásából 20-nál az újságíró részben vagy teljes egészében saját kutfőéből dolgozott. Rendszeresen plagizált, olyan helyekről küldött beszámolókat, ahol nem is járt, és hogy ne bukjon le, a céggel általa soha ki nem fizetett utazási, szállodai és ráfordítási költségeket számoltatott el. 91-ben meghamisította egy agyonlőtt iraki katona naplóját, 99-ben pedig beszámolt róla, hogy találkozott a koszovói felhaszabadítási hadsereg katonáival annak dacára, hogy az nem történt meg. Hazudott akkor is, amikor azt állította 2001-ben, hogy felkereste Osama Bin Laden terrorista táborát Afganisztánban. A kínos botrány miatt több vezető is lemondott az USA today -nél. A vizsgálatok ugyanis rámutattak, már évekkel korábban voltak olyan intőjelek, amelyeknek egy megfelelően működő szerkesztőségben fel kellett volna tűnniük. A Stephen Glasshoz köthető ügy, amelyet vizsgáltunk ebben a két epizódban, lényegében szimbolikus volt. Ezt az ügyet a digitális sajtó fejlődésének, történelmének egy olyan állomásaként tartják számon, amikor lényegében egy... Online platform, ami, mint említettük, akkor csak egy ilyen másodlagos felület volt, de lebuktatta a rátart, rátarti nyomtatott sajtót, azaz a New Republicot. Ez az ügy lényegében kikövetzte azt az utat, amelyet bejárt végül az online sajtó. Ma már egyre inkább arra mutat minden, hogy a hírportálok, egyéb sajtóplatformok, egyéb orgánumok online lesznek, illetőleg arra lehet számítani, hogy online fogják ezeket olvasni, és sajnos a nyomtatott sajtó szép lassan, de el fog tűnni. Már így is egyébként nagyon sok ö, lap szűnt meg, vagy egész egyszerűen hagyták abba a gyártását. A Zsaru magazin nyomtatott formában már nem lesz kapható, az UFO magazin is nem olyan régen, talán az évekkel korábban, de megszűnt, és szépen lassan azon fogjuk kapni magunkat, hogy nem igazán vannak már nyomtatott sajtótermékek. Egyébként szerintem abból a szempontból praktikusabb ez az egész, és hogyha tényleg ennek köszönhető egy, egy mérföldkő, akkor nyilván ez egy szerintem nem feltétlenül rossz dolog, de hogyha belegondolunk, akkor azért az online cikkeknél még hogyha nyilván valaki erre veszi a fáradtságot, azért nyilván többször meghivatkoztak minket is például, és, azért szerintem sokkal praktikusabb, amikor, ne Isten, egy kisvárdai vagy egy cseperi többszörös gyilkosságról beszélünk, és ne adj Isten, a, akármilyen nagyobb magazin vagy, vagy tévének a az oldala lehoz egy, ezzel kapcsolatos hírt vagy cikket, akkor ugye konkrétan meg lehet hivatkozni egy linkben az adott forrást, és akkor, hogyha valaki szeretne még ezzel kapcsolatban többet olvasni, vagy többet megtudni, akkor ezekre a linkekre ráklikkelve ugye egészen eljuthat a forrásig. Hát most nyilván a forrás forrását is lehet hamisítani, tehát persze ez már egy, ez egy elég nagy háló, amiben nem biztos, hogy bele akarunk gabajodni, de hogy ebből a szempontból szerintem sokkal praktikusabb és visszakövethetőbb, mint egy egy nyomtatott újság, ahol ne isten talán néha megnevezik zárójelben egy-egy forrást vagy valamit, de hogy szerintem ez, ez tényleg egy tök praktikus és tök hasznos dolog tud lenni, amikor vissza tudsz keresni. Amellett, hogy tényleg a, az újság, a megnyitott online újság cikk mellett ott van egy Google tab, és akkor még amellett is tudsz keresgélni, Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem jobb tud lenni az online felületeken olvasható cikkek. Nyilván persze ez annak a kárára megy, hogy egyre kevesebb és kevesebb nyomtatott, nyomtatott újság lesz, és hát ez nyilván a modernizációnak egy vele járója sajnos. És hát ez volt a második epizódja a Stephen Glass lebukásáról szóló sorozatunknak. Maradjatok velünk, mi voltunk a szürkezóna, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!